Szende András vagyok, az Architektúra blog írója, és a mai alkalommal a Budapest területén található egykori falvakat mutatjuk be. Futunk első állomásra Rákospalota, majd a Szilaspatak mentén található Cinkotát járjuk be. Ezután a budai oldalra megyünk, ahol a régi sváb Békás megyert, majd Budafokot, és végül Nagytétén mutatjuk be. Az első állomásunk Rákospalota, ami a bejárt falvak közül a legjobban átalakult az elmúlt évszázadokban. Maga Rákospalota is egy kisvárosként került a fővároshoz, tehát akkor már részben át is épült. A szocializmusban jött a nagy átépítés, ugye itt is látszik, hogy a mögöttem látható templom az most egy lakótelep közepén áll, pedig ez egy középkori eredeti templom, a falunak a régi központja egykor itt állt. A falu egykori főutcáján már szinte mindegyik ház átépült. Egy épület, egy nagyon szépen helyreállított épület emlékeztet a régi beépítés, egy igazi falusi parasztház áll itt a városi főutca közepén. Itt vagyunk a Cinkotai főutcán, és mögöttem látható Budapest egyik legrégibb épülete, a Cinkotai Evangélikus templom. A falunak volt az önálló temploma. Cinkotát is 1950-ben csatolták Budapesthez, mint a posztunk legtöbb mai tárgyát, a legtöbb egykori falut Budapest környékén. Ez egy Árpád-kori falu volt, ami elnéptelenedett a török idők alatt, majd pedig a török uralom után tótgazdákkal települt újra, és 1950-ig élte a hagyományos falusi életét, és azóta a 16. kerület része és egy Budapest egyik város része. Itt vagyunk a Cinkotai tájház előtt, ami egy hagyományos tót parasztportát mutat be. Ugye ez egy tót tájház, tehát az is mutatja, hogy ezek a Budapest környéki, ma már budapesti falvak milyen változatosak. Ugye van sváb falu, mint Békásmegyer vagy Soroksár, és Tóth falu, mint Cinkota. A Cinkota egy nagyon régi, hagyományos, egykor viszonylag szegény falu volt. Itt a főutca mentén sorakoztak a házak, itt az egyik módosabb házban rendezték be a tájházat, és ez meg is tekinthető, hogy hogy éltek egykor a cinkotai tót gazdák. Békásmegye régi főutcáján vagyunk. Ugye ez a városnegyed elsősorban a lakótelepéről ismert, de hogyha a lakótelep mögötti területre bejövünk, akkor egy hamisíthatatlan és nagyon szépen gondozott, nagyon jó állapotú, rengeteg régi épületet őrző igazi faluképet láthatunk. Templommal és mögötte pedig körülötte sváb parasztházakkal. Utolsó előtti megállunk Budafok, amit már kisvárosként csatoltak Budapesthez, de csak 1926-ban nyilvánították várossá, és máig megőrizte jellegzetes kisvárosias, falusias utcaképét. Egy nagyon kellemes, igazi falu a nagyvárosban. Ez is egy középkori falu volt, ami teljesen elnéptelenedett a török háborúk idején, majd Savoyai Jenő a nagy törökverő hadvezér birtoka lett, és ő telepítette újjá sváb telepesekkel, és hát ez ma is meghatározza a városképet. Budafok jelentős részén még ha átépítve is, de megmaradt a hagyományos beépítés. Ennek egyik legszebb példája a falu egykori főutcája, Péter Pár utca, ahol egy gyönyörű szép gesztenyefasor is található, és ennek két oldalán sorakoznak a hagyományos sváb
parasztpolgári épületek. Itt állunk a Nagytétényi főtéren. Ugye Nagytétény is egészen 1949-ig önálló település volt, csak akkor csatolták Budapesthez. Nagytétény is egy középkori eredetű település, ami a török háborúk idején elnéptelenedett, majd német-sváb telepesekkel népesült be újra. Ez a önálló települési lét nem azt jelentette, hogy nem volt kapcsolat Budapesttel, hiszen ugye nagyon közel volt mindig is a fővároshoz, és már nagyon korán például a Nagytétényi főutcán villamos járt, ami összekötötte a fővárossal a falut, tehát hogy itt már nagyon korán sokan bejártak dolgozni, ingázni, de ugyanakkor máig megőrizte ezt a kellemes, önálló és nagyon karakteres, hagyományos sváb falusi utcaképet. Nagytétényben is található egy gyönyörű kastély, a Száraz Rudnyánszky családnak a kastélya, ami hát a egykori falu főnevezetessége is, egy igazi szép barokk magyar kastély, a gödöllői típusba tartozó épület. A mai alkalommal 5 egykori falut jártunk be, amit ma már Budapesthez csatoltak. Ezek közül mindegyik őrzi még önálló, sajátos karakterét, valamelyik kevésbé, például Rákospalota, amit jelentősen átépítettek. Van olyan is, amelyik egy nagy lakótelep mögött bújik meg, mint például Békásmegyer, de tulajdonképpen mindig település egy nagyon kellemes, nagyon barátságos lakókörnyezetet nyújt most már a fővárosiak egy részének, hiszen ezek a egykori települések már több mint 70 éve Budapest részei.